Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Melyik férfi az igazi? Ez a felvétel egy személyes jóslás Nivia részére. Kedves Nivia, üdvözöllek téged. A kérdésed az, hogy melyik férfi az igazi, az egyik, az egy régebbi kapcsolat, de hol itt van, hol nincs. A másik pedig egy új találkozás, akiben megbízol, viszont ő fiatalabb. Most megnézzük azt, melyik férfi az igazi. Ott fent középen ez a kártya utal a jelenlegi helyzetedre. Itt férfiról vagy férfiakról van szó, akik ilyen hevesen közelednek hozzád. De páncélt viselnek, és nem láthatod az arcukat. Nem tudod, hogy mit akarnak. Nem csak erről a két férfiról van itt szó, hanem te hamarosan megismerkedsz még valakivel, és várnod kell, figyelni kell az eseményeket, hogy tudj döntéseket hozni, és tudd azt, hogy mit akarnak tőled. Hagyd most így az eseményeket folyni, mert korai lenne döntéseket hozni. Ne siessd el a dolgokat, mert lehet, hogy meggondolatlan döntést hozol. A következő kép azt mutatja, hogy mi gyengít téged, vagy mi. Itt ezen a képen a kelyhek láthatóak, és azok utalnak érzelmekre. A 9-es szám pedig korlátozásokra. Vagy ők korlátoznak téged, és nem tudod az érzelmeidet kimutatni. Persze előfordulhat az is, hogy ők zárkózottak, és nem mutatják ki az érzelmeiket. Ezek a kelyhek utalnak a vágyakra, az álmokra is. Ha te hiszel ebben, akkor megvalósulhat. Ha te nem hiszel ebben, akkor korlátozod saját magadat. Nem mennek előre az események, azon kívül kivált bizonytalanságokat és félelmeket. Tedd ezen túl magadat, hogy előre menjen minden, és akkor kilépsz ebből a 9-es számból, és kezdődik a 10-es szám, ami egy új kezdetre, egy új ciklusra utal. És most megtekintjük azt, hogy mi az, ami erősít téged. Itt megint a kelyhekről van szó, tehát érzelmekről, de ezen a kártyán a 7-es szám látható, ami a hold energiájával áll összefüggésben. És a hold mutatja a te belső énedet, a lelkedet, az érzelmeket, vágyakat, reményeket és álmokat. És pontosan ezek az álmok és remények adják számodra a belső erőt. És ha ebben hiszel, akkor megkapod azt, amiről álmodozol. És most megtekintjük azt a férfit, akit régebbről ismersz, az idősebbet, az ő jelenlegi helyzetét. Az ő jelenlegi helyzetét ez a torony mutatja. Ő fogva érzi magát. Vannak korlátozások és félelmek. Ez a torony jelentheti az ő érzelmeit, ezeket a félelmeket, vagy jelent egy hivatalos dolgot, egy bírósági ügyet. Amire még ez a torony utal, hogy nála változások lesznek. Most megtekintjük azt, hogy mi gyengíti őt. Ha megtekintjük ezt a kártyát ott bal oldalon,
látható egy angyal, és utal megújulásokra. Ez tulajdonképpen egy jó hír, de mégis őt gyengíti. Miért gyengíti őt? Mert fél a változásoktól. Vannak félelmei, és az látható ott alul. Holott ez az angyal közli vele, mennyire fontos lenne számára áttenni magát ezeken a bizonytalanságokon. Ez a félelem fogva tartja őt. Most megtekintjük azt, hogy mit tud számodra nyújtani, az előnyöket. Ezen a képen láthatunk egy lovas férfit, ami mozgásra utal. De jelen pillanatban még megállnak az események. Ő várakozó, kéri a türelmedet, amíg ő döntéseket hoz. Amit számodra nyújtani tud, azt mutatja ez az arany érem, az anyagi biztonságot, a belső értékeket, és amit még ez az arany érem jelent, a föld elemét, a reális dolgokat. És most megtekintjük azt, mi vár rád akkor, ha te őt választod. Ő ugyan várakozik még, amíg döntéseket hoz, de van jövő, mert ez a bot jelenti azt, hogy kezébe veszi a dolgokat, irányítja az eseményeket, és ad arra esélyt, hogy ti belépjetek egy tartós párkapcsolatba, ami őt lelkesít. Most megtekintjük a fiatalabb férfi jelenlegi helyzetét. Neki van egy ilyen varázslatos kisugárzása. Ő érzi is a belső erőt. Ő biztos a dolgaiban. Köztetek megvan ez a mágikus vonzerő. Most megtekintjük azt, hogy mi gyengíti őt. Itt ezen a képen láthatunk egy hölgyet, aki megpróbálja erővel megtartani ezeket az érméket. Ez lehet egy nő a múltjából, és ki akarja őt anyagilag használni, ami gyengíti őt. De mutathatja az ő tartását is, hiszen a kártyáknak szimbolikus jelentése is van. Mégpedig arra utal, hogy bizonyos dolgokat nem tud lezárni, elengedni, és azt is jelentheti, hogy ő bizony néha makacs. És most megtekintjük azt, hogy milyen előnyökkel jár ez a kapcsolat, mit tud nyújtani számodra. Itt ennél a képnél a tűz eleméről van szó. Az jelenti az erejét, a bátorságát, a lelkesedést és a testi közelséget is, a szív melegét vagy egy testi kapcsolatot. Ahogy látható, ő tekint egy új irányba, veled együtt. A jobb kezében van a bot, az azt jelenti, ő kezébe veszi a dolgokat, te ott vagy mellette, mert téged szimbolizál ott bal oldalon ez a másik bot, de hagyja, hogy te hozd döntéseket, ő nem parancsolgat neked. A hátam mögött a harmadik bot, az lehet egy harmadik személy vagy a múltja, ő ezt lezárja, megbízhatsz benne. Mi történik akkor, ha őt választod? Milyen jövő vár rád? Milyen jövő vár rátok? Itt, ezen a képen a kelyhek láthatóak, ami érzelmekre utal. A gyermekek egy család alapítására, vagy gyermekkori emlékekre azt is jelentheti, hogy olyan ártatlan, egy tiszta szerelemről van szó.
Természetesen arra is utalhat, hogy ő fiatalabb, mint te, de mégis vannak itt érzelmek, és megbízhatsz benne. Ő kimutatja az érzelmeit. A következő kártya mutatja a jövődet, mire számíthatsz. Lehet, hogy lesz egy meglepetés, egy harmadik férfi. Itt ezen a képen látható a fő papnő. Ő őrzi a sorsok könyvét, az Akasa krónikát, ahol minden be van írva, ami a sorsunkat illeti. Bíz a sorsodban. Ez magától fog rendeződni, nem kell most még döntéseket hozni. Kedves Nivia, így tudtam megválaszolni a kérdésedet. Köszönöm, hogy hozzám fordultál. Kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera. És ez volt a videóm. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!